Friss, finom ízeivel, pillekönnyű piskotával és sok-sok eperrel díszítve ez a gyümölcstorta ellenállhatatlan. Hello, Isten hozott a konyhámban! Wichmann Anna vagyok, és már egy újabb családi kedvencet mutatok meg nektek. Gyerekkorunk népszerű sütéje még mindig vezeti a toplistákat, és bár egész évben készítjük befőttel, vagy mirelit gyümölcsel díszítve, az eper szezonban egész egyszerűen kötelező, úgyhogy lássunk is neki. Azzal kezdünk, hogy a vajat felolvasztjuk, és alaposan kikenjük vele a tortaformát. Ügyeljünk rá, hogy a hullámos szélét is alaposan bevonja mindenhol. Hintsük meg a liszttel, és ütögessük körbe, hogy biztonságosan kijöjjön majd a sütés után a piskóta. Többféle tésztával is lehet készíteni, nekem egy zamatos, forró teljes vajas piskóta passzol hozzá a leginkább. A tojásokat egyesével szétválasztjuk. A fehérjét kézi robotgéppel alacsony fokozaton habosítjuk. Ha már fehérebb, beleszórjuk a sót, vaníliás cukrot és a porcukrot két részletben. Vegyük erősebbre a gépet és verjük kemény habbá. Akkor jó, ha a csúcsot megtartja és nem hajlik vissza. Hozzáadjuk a tojások sárgáját és tovább habosítjuk 2-3 percig, amíg halványabb lesz. A megmaradt vajhoz öntjük a tejet és felforrósítjuk. A lisztet több részletben szitáljuk és forgassuk bele óvatosan, hogy ne keverjük ki a levegőt. Igyekezzünk széles mozdulatokkal keverni, így tudunk a habra a legjobban vigyázni. Amikor felvette a lisztet, egy adagot vegyünk ki és keverjük el a forró vajas tejben. Így keverjük vissza, hogy szép, sima, habos piskóta tésztánk legyen. Szedjük az előkészített sütőformába és szépen oszlassuk el. Egy-két alkalommal ejtsük az asztalra, majd süssük készre. Kapcsoljuk le a sütőt, és nyissuk ki 5 percre az ajtaját, mielőtt kiemeljük a hideg konyhába a piskótát. Így megakadályozhatjuk, hogy a hirtelen hőmérséklet különbség miatt összeessen. Tegyünk rá egy rácsot és fordítsuk át. Így hagyjuk kihűlni. Addig elkészítjük a dús vaníliás krémet, amit lehetne helyettesíteni sima vanília pudinggal is, de én jobban szeretem ezt a gazdagabb krémet használni. Egy kisebb lábosba szórjuk a pudingport, a vaníliás és a sima cukrot, a sót, és összekeverjük, hogy könnyebb legyen csomómentesre dolgozni. A tejből csak annyit keverjünk hozzá, hogy folyékony legyen. Üssük fel a tojást és habarjuk el vele. A kevesebb folyadékban sokkal könnyebben el tudjuk dolgozni. Ha ez megvan, jöhet bele a többi tej is. Alacsony lángon kevergetve forráspontig hevítjük, amíg szépen besűrűsödik. Vegyük le és a felületére óvatosan simítsunk egy fóliát, hogy hűlés közben ne bőrösödjön meg.
A kihűlt piskotáról leemeljük a formát. Ezt a vékony réteget, ami a forma vajazásából és lisztezéséből sült rá, én leszoktam szedni, mert semmi élvezeti értéke nincsen, de persze nyugodtan rajta lehet hagyni. Érdemes rögtön egy kínáló tálra tenni, mert betöltve már nem olyan könnyű mozgatni. A még langyos krémet keverjük át, és simítsuk el a torta tetején. A megmosott teper mehetne rá egészben, félbe vagy negyedbe vágva is. Én szeletelve szeretem díszíteni, amihez a tojás szeletelőt használom, mert ezzel precízen egyforma szeletekre tudom darabolni. A szeleteket rendezzük el a sütemény tetején. Én arra szoktam ügyelni, hogy a nagyobbakat kívülre teszem, és a kisebb szeleteket a belső körökre használom el. Az a jó, hogyha sok gyümölcs van rajta, ezért kicsit átfedésbe pakoljuk rá. Az átlátszó zselatin réteghez szerintem a torta zselatin a legegyszerűbb választás, mert pont akkora a kiszerelés, ami egy tortára elég, és nagyon könnyű elkészíteni. A zselatinport egy tálkába szórjuk a cukorral. Elkeverjük, és fokozatosan hozzáöntjük a forró vizet. Ha már felolvadt és nem látunk benne szemcséket, akkor készen is van. Kanalazzuk a torta közepére és lassan haladjunk kifelé, hogy minden eper szeletet bevonjunk vele. Végül tegyük a hűtőbe egy órára, mielőtt tálalnánk. Köszönöm, hogy megnézted a videót, remélem, hogy tetszett, és te is ki fogod próbálni. Még mielőtt elkattintasz, kérlek szépen iratkozz fel a csatornámra, és lájkold ezt a videót, hogy mások is láthassák. A receptet a pontos mennyiségekkel és hasznos tippekkel megtalálod a videó leírásában a linkek között, és az annuskan.hu oldalon. Találkozzunk legközelebb is!